Érkezik az új negyedik szezon, úgyhogy még előtte foglaljuk össze a verziót, amit ebben a szezonban kaptunk. 1.40.36-os volt az első, ezt a második szezon végénél kaptuk, a leírásban pedig már megjelent a harmadik szezon leírása, összefoglalása. Sárkányok csatája ez a harmadik szezon, új szezonos bandák és bosszok, mint például Dark Spyro, Nasty Nork és Dr. Engine, és még Koala Kong is érkezett, így szezonos bosszonként. Új Bandicoot Pass és ranglétra előrehaladási jutalmak, a szokásos dolog, amit megszokhattunk, ebben pedig új skineket lehetett szerezni. Pyro témájúak voltak a Battle Runok, amit hetente lehetett, hogy legyőzzük a szezonos bossokat. Új Survival Runok, a Berit és a Dynamite volt a játékba. A skin számok viszont nem növekedtek, viszont a szezon során érkeztek skinek a Vending Machine-ba. Azokról én külön összefoglaló videókat is készítettem. A harmadik szezon június 10-től egészen július 12-ig tartott. Érkezett közben az 1.50.67-es frissítés, itt már a skinek száma felemelkedett a 120-asig számig, tehát összesen most már 120 skin volt valahogy így az adatokban a fájlok között. Megérkezett az új pálya, az Upstream, így most már a három sziget teljes, mindegyik szigeten 4 darab pálya található, és hozzá pedig érkezett 5 darab boss, ami azt jelentette, hogy el lehetett jutni a drága köveknél a 200-ig. Újdonságot nem oldottunk fel, Upstream-en volt egy új összetevő, a Bellow Pepper, ezt felhasználhatjuk, hogy a legutolsó fegyvert, az Oxide bazookát készíthessünk, úgyhogy én neki is vágtam és farmolgatom ezt is, hogy minél több legyen ebből is, hiszen minden fegyverből készítgetek, hogy amikor érkezik a következő előrehaladás, akkor én már meg is tudjam egyből tenni. És még itt a harmadik szezon végén az előkészületekhez jött a frissítés, az 1.60.44-es, már a Google Play-es áruház leírásában ott van, hogy ez a negyedik szezonnak a bevezetője. A skin szám 163-ig ugrott fel, és le van írva a negyedik szezon, hogy visszatér majd Nitrous Oxide, ő is a szezonos bandák között lesz, ő van megnevezve, a többi boss az nem tudni még, hogy ki lesz, viszont a Battle Runok az olyan Gazmoxia témájúak lesznek, lesz új Survival Run pálya, a Lost City és a Berit, lesz új Bandicoot Pass és új ranglétre is, ahogy ezt megszokhattuk, és a kosztümök, vagyis a skinek sportos témájúak lettek, és már be is került néhány a Vending Machine-ba, ahogy a frissítés a játékba került, de ez a negyedik szezonhoz tartozik. Van egy ilyen mondat, hogy New Missions to Complete, ezt nem tudom, hogy akkor drága köves küldetések lesznek, hogy azokat teljesíthetjük és haladhatunk előre, vagy pedig más. Ezt majd a negyedik szezon kezdetekor meglátjuk. Viszont szivárogtak itt a dolgok, már az 5. és a 6. szezonnak a posztere is megtalálható a játék fájlaiban. Az 5. szezon majd a 25 éves évfordulóra fog koncentrálni, tehát majd olyan skinek érkeznek, és már kerültek bele a játék fájlaiba is, mint a Twin Sanity-s Tag Team Racing-es vagy a Mind Over Mutant-ös skinek, tehát a 25 évfordulóra ilyen skinek lesznek. Aztán a 6. szezonból szerintem még nem kerültek skinek a fájlok közé, de egy poszter már megjelent, és az Halloween stílusú, úgyhogy úgy tűnik. Szezonok akkor így fognak menni. Most jön a 4., aztán jön az 5., ami nagyjából a 25. évfordulóra lesz beütemezve a szeptember 9-e környéke, és majd utána érkezik a Halloween-es. De majd meglátjuk a 4. szezonban, hogy az mettől meddig tart, arról is készítek majd videót, úgy ahogy megszokhattátok a Crash of the Runosokat. Itt van az összes videóm a lejátszás listában, úgyhogy találkozunk legközelebb.